Ezeket a képeket Godó Gabriella készítette, aki a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjában vesz részt, és aki egy tanulmányi út során jutott el Görögországba. Az MCC-nek nagyon sokfajta továbbképzési lehetősége van a fiatalok számára, és ennek az egyik módja az úgynevezett szakmai kirándulások szervezése, országon belül vagy akár országon kívül is. Az ezekben való részvételre minden esetben pályázni kell, ahogy tette ezt Gabi is. E-mailben kaptunk róla először is értesítést, és én már akkor bezsongtam teljesen tőle, hogy filozófia, pszichológia, társadalom, tudományok, ez így egyben lesz az egész mitológiáról is, egyébként nagyon szeretem a görög mitológiát is. Úgyhogy írnom kellett egy önéletrajzot, egy motivációs levelet, és így ezek összességével felmérték, hogy körülbelül így milyen embereket szeretnének ebbe a csoportba beválogatni, és fel kellett mennem utána egy két napra Pestre, ahol kicsit így tesztelték ezt a szociális készségünket, akkor az angol tudásunkat természetesen, mert az szükséges volt mégiscsak, és utána pedig összeválogatták azt a 24 diákot, akivel úgy gondolták, hogy indulhat a görögországi út. Hát leginkább az volt benne az érdekes, hogy Athénban szálltunk meg, és nagyon-nagyon sok aspektusát láttuk egyébként Athénnak is, majd Delfoiba és Mükénébe és Epiteuroszba mentünk. Leginkább, ugye ez egy tanulmányi kirándulás volt, úgyhogy leginkább a saját előadásainkat, a saját tudásunkat tudtuk úgy gyarapítani. Múzeumra járkáltunk, mindenről megpróbáltunk mindent megkérdezni, folyamatosan kíváncsiskodtunk minden dologról, úgyhogy nagyon-nagyon szívtuk magunkba azt a tudást, amit ott kaptunk. Társadalomról is, a filozófiáról is, a múzeumokban lévő értékekről is, alapvetően a társadalmi értékekről is, úgyhogy mindent így magunkba szippantottunk ez alatt az egy hét alatt. Annyira sok mindent tár elénk egyszerre ez a kirándulás, hogy szinte már olyan volt, mintha futnánk egyikről a másikra, pedig csak fel kellett dolgoznunk, hogy úristen, ez is megtörtént, és ez is megtörtént. Itt is voltam, erről tanultam a történelem könyvemben, láttam egy képen, és most itt van előttem, és ez csodálatos volt. Bartusz Dobosi László, az MCC irodalomért és kultúráért felelős vezető oktatója elmondta, hogy komoly feltételei vannak annak, hogy valaki részt vehessen a szakmai kirándulásokon. Minden ilyen tanulmányútnak van egy tematikája, tehát ezek nem ilyen tengerpartozós, nyaralós, shoppingolós utak, hanem ezek szakmai kirándulások. Ez most az ókori demokráciát igyekszik összehasonlítani a mai modern demokráciával. Van benne egy kis mitológia, egy kis retorika, egyfajta ilyen vitaakadémiás jellegű tanulmányokat is folytatnak a gyerekek, tehát ezekből kellett készülniük és beadni a pályázatukat. Országos, sőt azt mondhatom Kárpát-medencei szinten minden MCC-s diák megkapta ennek a lehetőségét. Ebből nagyságrendileg azt mondhatom, hogy 100-105 pályázat érkezett be, és ebből választottunk ki 2x12 diákot, akik részt vehettek, de volt még egy kétnapos szakmai előkészítő is a gyerekeknek, ahol előadásokat hallgattak meg, és az egésznek a zárásaképpen két tesztet kellett megírniuk az ott hallottakból, és ez is szempont volt a kiválasztásnál. Szóval, hogy egy egész hosszú folyamaton keresztül jutnak el a gyerekek, azt mondhatom, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak, ahogy innen Szekszárdról a Gabi is részese lehet ennek a szerintem nagyon hasznos és élménydús programnak. Tehát azok a gyerekek, akik ott vannak, azok megérdemlik, hogy ott legyenek, tényleg, tehát sokat küzdöttek érte minden szempontból. A diákoknak a tanulmányi út után egy szakmai beszámolót kell elkészíteniük, amit egy megadott határidőre formai szabályok szerint le kell adniuk az MCC-nek. Ezek közül a legjobbak felkerülnek majd a kollégium honlapjára, illetve az út után előadásokat is tarthatnak az iskolájukban a külföldön szerzett élményeikről, hogy mindazt, amit elsajátítottak a tanulmányi út során, megosszák diáktársaikkal. Thank you.